Alsónán a turizmus az elmúlt években egyre inkább fellendülőben van. A domb tetején található pincesoron belga, holland, német és budapesti tulajdonosok hétvégi házai állnak. A falu körül a domboldalon országos hírű borászok szőlő ültetvényei láthatóak, a település vonzereje természeti környezete. Hogyha kérdezik tőlem, hogyha valahova megyek, hogy Alsónán az hol van, az milyen, tehát én legtöbbször azt szoktam mondani, hogy olyan nagy, nem tudom én milyen történelmi, régi értéket nem tudok felsorolni, mint mit tudom én, Bátán a Szentvér templom, az is egy nagyon pici falu, mégis egy 1000 éves épületük van ott. Nekünk ilyen nincsen, viszont a földrajzi fekvésünk szerintem olyan kiemelkedően szép és annyira jól élhető kis falu, hogy érdemes itt lakni. Csöndes a környezet, jó a levegő, tehát kifejezetten ilyen üdülő faluféle is lehetne akár az adottságait tekintve. Az Alsónánáért Egyesület 2008-ban alakult meg, célkitűzéseit és munkájukat, mellyel a közérdekében tevékenykednek, könnyű kitalálni nevükből. Az Egyesületnek a legfőbb feladata, hogy Az Alsónánára nagyon-nagyon sok helyről összejött népességet próbálja összekovácsolni, összetartásra bírni, és egy ilyen nagyon erős helyi identitást kialakítani. Mi olyan feladatokat oldunk meg, ami már eléggé hagyományos és értékesnek számít itt Alsónánán. Elsősorban az iskolával együttműködve a nemzeti ünnepek megünneplése, hiszen egy ilyen kis faluban ki csinálja ezt, hogyha nincsen egy olyan iskola, ahol kisgyerektől nagygyerekig vannak, azért városokban is láthatjuk, hogy többnyire ezeket iskolák adják, ezeket a műsorokat. Tehát a nemzeti ünnepek megünneplése, illetve néhány olyan hagyományos program, mint a Mártonnap megszervezése, egy jó pár éve az idősek napját is nagyon komolyan vesszük, hiszen elég sok idős van a faluban, és az ő számukra október 1-én mindig megrendezzük ezt a napot, és úgy látjuk, hogy egyre többen jönnek. A Nyugdíjas Egyesület klubházában vagyunk, itt a régi időkben mozi üzemelt még. Hajdanában nagy sor kígyózott az épület előtt mozinapon. Itt adták ki a jegyet, és akkor ott volt a bejárat, ott mentünk be, azelőtt ez egy mozi helyiség volt. Ma pedig az idősek töltik meg a teret jókedvel, vidámsággal, zenével és poharak csengésének hangjaival. Itt szoktunk hétfőnként összejönni, és akkor itt tartunk az ünnepségeket, ugye. Mert ünneplésre mindig lehet alkalmat keríteni, hol egy névnap, hol születésnap, hol egy nemzetünnep kapcsán gyűlnek össze a tagok. Itt megtartjuk az anyák napját, a május 1-jét, az augusztus 20-át, a szüreti fesztivál, amit a falu rendez, de mi is részt veszünk benne. Akkor az idősek napját ugye azt megszervezik nekünk a Nánáigér Egyesület. Karácsonyi ünnepségeket itt tartjuk. Idén az augusztus 20-ai műsort is az Egyesület szervezi és bonyolítja le. Édestóva 25 éve lesz már, hogy ez a klub megalakult. Egy éve vagyok én ennek a klubnak a vezetője, és hát itt nagyon sok szép rendezvény volt. A falunak a nyugdíjasai itt jöttek össze. Volt olyan, hogy száz akárhányan is voltak, tehát annyi tag volt. Mert ez volt az egy, ahol összejöttek az emberek, akkor azelőtt lehetett még ugye 90%-kal utazni, és akkor el tudtak menni az ország bármely részén, ugye kirándulásokat szerveztek. Az épület eldugott részében egy német nemzetiségi szoba lett kialakítva. Kukucskálunk, kíváncsiskodunk, és végül rákérdezünk. Ez egy gyűjtemény volt, a Horváth Árpádné, aki a Nyugdíjas Klubnak volt a vezetője, ő gyűjtötte ezeket össze,
ezeket a tárgyakat, elment háztól házig, mondta itt a klubba is, és akkor így lett, hogy lett itt ágy, meg lett bölcső, meg lettek ezek a terítők, meg a fényképeket is kapott, és akkor így alakult ez ki. Itt hagyjuk most a régi mozi épületét, vár a természet és a híres Alsónánai pincesor. Pincesorra szeretnek sokan járni, az is egy különleges kuriózum itt a faluban, főleg régebben, amikor még a fénykorát élte. Hát azért most is vannak még gazdák, és akik szépen rendbe tartják és használják is. Ugye még mikor a svábok laktak itt a faluba, akkor minden egyes házhoz volt pince. A jobbmódúak présházakat is építettek eléje. És azelőtt a pincesorra a férfiak jártak fel. Ugye ők készítették a bort, meg naponta vagy hetente, amikor feljöttek, akkor a szomszéddal egyet-egyet kocintottak, és az asszonyok azok csak a szüreti, mikor a szüret volt, akkor sütöttek pogácsát vagy kalácsot, és akkor, tehát az asszonyok azelőtt nem jártak, még abban, mit tudom én, egy olyan 70 évnek ezelőtt, vagy 80 évnek ezelőtt. Itt nagyon sok présházat ugye lebontottak, mikor a falut ugye újították a lakásokat, vagy amit akkor téglák, még ilyen dolgok ugye lekerültek a faluba. És akkor maradtak itt ezek a kis telkek. És vissza a valóságba az anyatermészet kalandozásai után még van egy-két kérdésünk a polgármester asszonyhoz, ami a településen induló fejlesztéseket illeti. 2016-ban adtuk be ezt a pályázatot, 105 millió forintot nyertünk, most kaptuk meg róla a határozatot, még a támogatási szerződést nem kötöttük meg, a napokban fog erre is sor kerülni. És hát sajnos Alsónánának a fekvése az olyan, hogy dombok vesznek körbe bennünket, és a csapadék az itt zúdul le, hát a tegnapi vihar az meg főleg megmutatkozik most. Úgyhogy arra szeretnénk, nem mindent tudunk belőle megoldani, de a nagyját a csapadék vízelvezetésnek erre fogjuk fordítani. Ezzel a lakosok és ide látogató turisták komfort érzete is nagyban javulni fog, a munkákat várhatóan még az idén elkezdik.